A Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválján szereplő 11 előadást Dusan Petrovics rendező választotta ki, mintegy 40 előadás közül. 6 felnőtt és 5 gyermek előadás száll versenybe áprilisban Nagykikindán. Az 5 gyermek előadás közül 2 a Szabadkai Gyermekszínház produkciója, 1 szerb és 1 magyar nyelvű. 2 előadással lép fel a Szabadkai Gyermekszínház most a Vajdasági Fesztiválon. 3-at jelentettünk be, még a Pricsó Konyú is volt bejelentve, mint előadás, de sajnos szerintem ez a 2 is nagy siker a Szabadkai Gyermekszínházra. A Gyermekszínházból a Lélegzet című előadás került be a válogatásba, Veszelka Kuntyeva rendezésében, valamint a Tigris és Péter, amit Hanna Janusevka és Vörös Tibor rendezett. A Szabadkai Népszínház előadásai közül a Csudó u Poszkokovoj Drági című szerb nyelvű produkciót mutatják be a fesztiválon. Az előadást Ante Tomić szövege alapján Snežana Trišić rendezte. Predstava je na repertoáru od oktobra, kad je bila premijera. Vrlo lepo primljena, publika voli da gleda. A 4. szabadkai előadás a Kosztolányi Dezső színházi. Az Urbán András által rendezett Passport trilógia első, Szabadkáról szóló részét mutatják be Nagykikindán. A színészek egy ilyen kutatómunkát végeztek az előadásokat megelőzően, interjúkat készítettek szabadkai, szegedi lakosokkal és emberekkel, és akkor ezek alapján valahogy formálódott maga az előadás. A színészek számára újdonság volt a határon átnyúló együttműködés és a közös munka. Ez volt igazából érdekes, hogy az összekötő kapocs köztünk az volt, hogy ki ebben a városban él, ki abban, hogy nézzünk egymásra, és hogy éljük meg a magunk helyzetét. A fesztiválon 4 szabadkai, 4 újvidéki, 2 zombori és 1 nagybecskereki előadást nézhet meg a közönség.